Az MTK-s Csegezi Dániel és Mayer Tamás is a célban. A gyévések története során először vett részt a Palicsi Nemzetközi Regattán. Az ifi és serülőkorú versenyzőknek tulajdonképpen jó alkalom volt, hogy nemzetközi mezőnyben próbálják ki magukat. Nos, aranyéremből háromra futotta a győrieknek, a serülő és ifi négyest, illetve az ifi kettest is megnyerték. A női négy párevezős egység ezüstérmes lett, míg a serülő kettes bronzérmet szerzett. A szerbiai regatta mellett azok a versenyzők, akik még nem kvalifikálták magukat a július végén esedékes országos bajnokságra, azok a Budapest bajnokságon bizonyíthattak Csepelen. Külön elismerése méltó, hogy minden győri lapátosnak sikerült megszerezni a jogot az indulásra, így 81-en húzhatnak majd a 113. evezős OB-n. Ráadásul a veteránokat is beleszámolva több mint 100 gyévésekes induló lesz Szegeden, ami rekordnak számít, egyúttal külön kihívás elé állítja a klubvezetést.